Sziasztok! Hát egy olyan álmot kell érzem elmondanom most. Isten nagyon indít lélek által, ami erőteljes szembesülés volt számomra, és egyértelműen megmutatta azt, hogy mit örököltem a nagyszüleimtől. Itt hangsúlyozom, hogy Székelyföldről származom, tehát a gyökereim eredetileg székelyek, törzsgyökeres székelyek, és azt a fajta életstílust, azt a fajta szellemiséget, lelkületet, azt nagyon mélyen magamba hordoztam évtizedeken keresztül, addig, amíg nem találkoztam az Úr Jézus Krisztus feltámasztó, szabadító kegyelmével, a bűnök bocsánatára, tehát újjászülethettem az ő kegyelméből az Atyaisten dicsőségére. És ezekben az években is, amíg ezt a keskeny utat járhatom, nagyon sokszor, amikor leültem hozzám hasonló emberekkel beszélni, tehát székely emberekkel beszélni, akik ugyanúgy itt élnek Magyarországon, hát előszeretettel felhoztam példának a nagyszüleimnek az életkivitelét, az egyszerűségüket, ahogy éltek, és ezt tényleg valóságosan láthattam gyerekkoromban. Tehát ők sokkal egyszerűbb és alázatosabb életet éltek, ugye a test megpróbáltatása közepette, mint a mi nemzedékünk most jelen pillanatban. Bár ők is kaptak az a nemzedék erőteljes figyelmeztetés, szembesülést, tehát kegyelmet, még azokban az időkben is, így első-második világháborúról beszélnék, és az utána levő időszakokról, tehát ott akkor abban az időben az emberek testileg nem voltak ennyire elkényelmesedve, nem éltek ennyire jó testi jólétben, mint mi most mai emberek. De maga a lelkület és maga a szellemiség, amit mindig is az elbukott ember hordozott magába, azt egyértelműen megláthattam ezen az álmon keresztül. Szükséges volt, hogy ezt a felvezetőt azért mondjam el, sőt az előzményeket, mert valaki eljött hozzám, egy székely ember, akit már rég ismerek, és mindig felhozódik, akkor beszélgettünk, ugye az őseinkről való beszélgetés, bár ő ismer engem személyesen, ez a srác, tudja, hogy mi történt velem, de én is mind mennyire hajlamos vagyok belemenni abba, hogy felhozva az őseim példáját is, eltakarva Jézus Krisztus keresztjét, hát elég nagy kavalkát szokott keveredni ebből az egészből, és ezt meg kell valljam nektek, és maga a szembesítálom, az nagyon kemény volt. Tehát az álom a következő volt. Nagymamámat láttam, aki egyértelműen az utolsó pillanatában volt, amikor meg kellett lássa aztot, meg kellett értse aztot, hogy jött érte a halál, tehát vége a földi életnek, ennek az időintervallumnak, ami adott neki, és el kell hagyjon minden földi kincsét, és ebben az álomban az történt, hogy láthattam, hogy ő 3 telket vásárolt a gyermekeinek, ezért dolgozott, ezért gürcölt, amit sikerült is megvennie, megvalósítania, tehát kimondottan a földi kincsekért élt, ezért dolgozott, ezért szenvedett, hogy biztosítsa a gyerekeinek valamelyest a földi jólétet, a földi biztonságot. És láthattam, hogy neki is külön volt egy telke, amivel egyszerűen nem tudott mit kezdeni, mert annyira ragaszkodott hozzá, hogy azt nem ajándékozta el senkinek, de belátásra jutott, egy olyan helyzetben volt, bejátásra jutott, kétségbe volt esve, hogy itt kell hagyja ezt a földi vagyont, és ebben az álomban megkérdeztem tőle, hogy most akkor mit csinálsz evel a vagyonoddal? És azt mondta, hogy hát nem tudja, de nem tudta elengedni. Nem tudja, hogy mi lesz vele, de nem tudta elengedni. És most is így mondom nektek, ahogy láttam, mert az atya, az én atyám mutatta meg ilyen penge egyenesen. Azt láthattam, hogy egy nagy vödör, szószoros értelemben emberi ürülék, tehát magyarul kimondva emberi szar, egy vödör tele volt vele, és kiderült, hogy ő valójában egész életében ezért dolgozott, ezért gürcölt, ezért harcolt, ezért élt tele a földi életét, és meg kellett lássa, hogy ez volt a végeredmény annak, amire ő élt, tevékenykedett a földi élete során, és nem ismerte meg az Úr Jézus Krisztus teljesen, tehát nem született újjá,
Jézus Krisztus által az Atya dicsőségére és a saját lelke szabadulására, és amikor én rákérdeztem erre, hogy ebben mi lesz, a Hunor kisfiam ugye odament, és hihetetlen erővel és gyermekindulattal megfogtasztotta a vödör emberi ürüléket, és egy pálcával megkeverte, és azt mondta, hogy hát ezért élted le az életedet, ezért élitek le az életeteket, és ahogy megkeverte, rám fröccsent egy rész ebből az emberi ürülékből, tehát az emberi szarból, szószoros értelemben, ne köntörfalazzunk, amiben még láthattam is, hogy mik voltak benne, tehát az ember mit fogyaszt, össze-vissza eszik mindent, látható volt az ebben az emberi ürülékben, és ahogy rám fölöccsent, összerezzentem, és a Hunor kisfiam azt mondta, hogy ezt pedig innen el kell egyszer s mindenkorra tüntetni, és felébredtem. De amielőtt felébredtem volna, egyértelműen a lélek azt mondta nekem, hogy erről valamikor az Attila beszélt erőteljesen, tehát mi szembesítés úgy adta nekem az Atya, hogy a kiáltószó beszélt erőteljesen, három ilyen erőteljes videót is csinált arról, hogy az emberek miért élnek, tehát így mutatta nekem az Atya, miért élik le ebben az időintervallumban nekünk adatott időben az életünket, a földi életünket, tehát kimondottan a szarunkért semmi más nem maradt hátra, hanem trágya. És még közben azt is láthattam, hogy legyen teljes az álomkép, ugye, mert ezt nem szeretném kihagyni, hogy legyen kerek. Előző nap neki fogtam kerítést festegetni, és közben a lélek engem másra indított volna, de hát én annyira ragaszkodtam a kerítés festéshez, hogy azt mutatta az Atya, hogy mindjárt megfogom a hátsó felét és eléhozom, és a nyithatós részét hátra viszem, tehát annyira be vagyok kattam, annyira beleélem magam, hogy megláttam, 2-3 deszka el van rohadva, és azon kattog, vagy hogyan javítsam ki, hogyan fessem le, tehát megmutatta, hogy milyen könnyen visszaesek én is a földi mullandóságba, a földhöz ragadságba. És szószoros értelemben rothadást akarom életben tartani, ez szörnyűséges, kemény felismerés, de egyben áldom az Atyát, és ezekben az álomképekben most, ami megértést kaphattam a Jó Atya kegyelméből, hát nagyon erőteljes képek, mert a kép az volt, hogy ugye rám fröccsent az emberi ürülékből, tehát nagymamámnak az ürülékéből, egy rész, ahogy a Hunor fölkeverte, tehát az megmutatta egyértelműen a belső gyermekemet, tehát a gyermek az nem azért él, nem azért éli az életét, hogy valójában a szaráért éljen, hanem azért, hogy megélje azt az ajándékot, amit maga az Atyaisten adott minden egyes gyermeknek, ez a lélek öröme, a felfedezés, a játszás, a megismerés öröme, az odaadás öröme, a szelídség, az alázat öröme, ami a lélek gyümölcsei, ezek mind benne vannak a gyermekben, hisz Jézus azt mondja, hogy ha nem lesztek olyanok, mint a pici gyerekek, nem mehettek be az Isten országában, a kisgyerek reggel nem azért ébred fel, hogyha mit fog zabálni, hanem egyszerűen folytonosan eredetileg a Krisztus lelkében léve, az Atyánk lelkében léve, ő folytonosan a játszás örömét keresi, tehát keresi azt ott a tökéletes állapotban való létezést minden nap, hisz mi is voltunk gyermekek, és akinek vannak gyermeke, egyértelműen láthassák azt, hogy a gyermek az nem a testén aggódik, a testi jólétén aggódik, vagy hogy mit rakjon össze, mit harácsoljon össze, vagy hogyan tartsa életben a rothadást, hanem egyszerűen megéli, benne van az Atyánk örömébe. És ebben az álomban egyértelműen megmutatkozott az az indulat, ami Jézus Krisztusban is volt, tehát amikor erőteljesen kijelentetett az, hogy ne gyűjtsünk magunknak kincset a földön, mert megeszi a rozsda és a moly, hanem gyűjtsünk magunknak kincset a mennyben, ott, ahol a tolvajok nem tudják kiásni, nem eszi meg sem a rozsda, sem a moly, és az egy örökkivaló kincs, ez nem más, mint a lélek öröme, tehát a léleknek a gyümölcsei, és erre vagyunk elhivattatva minden. És úgy képzeljétek el, drága emberek, hogy ez a szembesülésre óriási szükségem volt, megvallom nektek, mert valahogy nem akartam belátásra jutni, hogy egy, hogy miért akarom folytonosan úgy elmondani
az evangéliumot, hogy egybe jelzem, hogy az őseink hogy éltek, evel az atya megmutatta, hogy az őseink is ugyanazért azért éltek, és az volt nekük is a vesztük, ami a mai embernek, bár nem annyira intenzíven, mert ugye ma már a test kényelme maximálisan van spékelve, tehát a test most már olyan szabadon megélheti a perverzióját, hogy soha nem volt ilyen egyetlen nemzedék életében is, még ők is azokban a korokban, ami számunkra, ugye, mint számomra is, sőt, meg kell vallanom nektek, hogy a nagymamám apai ágon az nekem mindig is egy példaképen volt. Tehát mindig nagyon sokszor életem során, amíg nem ismerhettem meg Jézus Krisztus szószoros értelemben, egy kapaszkodó volt számomra, mert ő olyan életkivitelt mutatott számunkra, ami egyértelműen egy odaadó, cselekvő, alázatos életkivitelt láthattunk tőle, tehát tényleg mindent megtett értünk, tehát nagyon szerette az unokáit, de az atya, a mi atyánk, az a szívek és a vesék vizsgálója. Ő már rég nincs a földi élők soraiba, én nem tudhatom, hogy mi van vele, ezt egyedül az atya tudja. Egyértelmű, hogy ez egy képes beszéd, tehát egy erőteljes szembesülés számomra, egy erőteljes tanítás, hogy hagyjam abba a földhöz ragadtságomat, tehát hagyjam abba ezeket a mantrákat, engedjem, adjam át a Jézus Krisztus keresztje alá vigyem, és engedjem át, hogy ezáltal is megszabaduljak ezektől a maradék identitásoktól. Mert ugye töredékek a régi programból ebből csinálhattam volt, ezáltal az atyám kegyelméből egy ilyen kis videót, hogy töredékek a programból. Hát ezek azok a kovászok, amik valójában megkelesztik az egész tésztát, és képesek visszarángatni ugye az újjászületett picin gyereket, visszarángatni abban az állapotban, ami ellen nagyon sokszor próbálok rukkapálozni, és megvallom nektek őszintén, hogy legtöbbször, amikor rukkapálozni kezdek, azt kell megéljem, hogy ezt valójában én akarom ellenőrizni, én akarom kontroll alatt tartani, és nem tudom ezáltal megélni azt a szabadságot, azt a tökéletességet, amit Jézus Krisztusban megismerhettem a Jóatyám kegyelméből, és aki által van szabadulásom, aki által megkaptam a feltámadást, a gyógyulást, a látást, a hallást, hogy a pici lélek hallja az atyát, a mi atyánkat, aki a lélek, aki vezet, tanít, oktat engemet személyesen, még így is beletolódok egy ilyenbe. Tehát azért is vallom meg nektek, hogy nagy szükségem volt erre, és egyben tanúságot teszek, hogy sokszor ugye a látszat az mélyen megcsalja az embert, megcsalja a gyereket, és ezek a úgynevezett földi identitások, földi programok még az egyszerű népeknél is nagyon erőteljesen ránk tudtak rakódni. És azért tudnak ránk rakodni, és azért tudjuk beszívni, mert el van játszodva egy olyan földi érzelgőség, földi szeretet, amit Isten soha nem teremtett, és soha nem is akarta, hogy mi ebbe éljük le az életünket, vagy ezt kövessük, hanem egyértelműen megmutatta Jézus Krisztusban, hogy ő az út, az igazság és az élet, és Krisztus Jézus által kijelentetett, hogy szükséges nékünk újjá születnünk. Tehát szükséges, ennélkül az ember nem láthassa meg ezeket a dolgokat, és azt fogja gondolni magáról, hogy ő egy tökéletes, alázatos, nemes célokért élt életet él, még akkor is, hogyha tényleg szószoros értelemben meg kell tapasztalja persze, hogy elfogyott az élete, tehát szószoros értelemben elfogy, elkopik, oda lesz, semmivé lesz, és amikor hirtelen jön a kaszás, mert így mondom, tehát lejárt ennek a járműnek, tehát a fizikai testnek a időintervalluma is elvétetik, akkor kiderül, hogy kétségbeesés lesz belőle, hisz ezt mutatta meg az atyában, az álomban. Tehát ezek az egyszerű emberek is bele tudtak kerülni ebben a csapdába, és ezért is volt nagy szükségem nekem erre, mert én erről valóságosan tudtam, hisz gyerekkoromban is láttam, hogy az ember, a bukott ember, az elbukott emberi természet, a földhöz ragadtság, a sátáni ego, tehát a földi program, ugye az emberi gondolkodás, az mindig az embert bele tudta döngölni egy olyan állapotban, ahol a lelkek árára
élte le az életét, és ezért volt nagy szükség rám, bár egyben reménységem is volt ebben az államban, mert a Hunor kisfiam valójában az én belső gyerekemet képviselte, és ahogy én álltam, ugye az a felnőtti énemet képviselt, tehát maga az ént, így is mondhatnám, amikor rám fröccsent az emberi ülékből, tehát az emberi szarból egy rész a ruhámra, és meglepődtem, és ledöbbentem, és megijedtem. Ez egyértelmű szembesítés, hogyha nem hagyom el Jézus Krisztus kegyelme és igazsága által teljesen ezt a fajta identitást, ezt a fajta ragaszkodást az őseimhez, akkor valójában én is leélhetem az életemet szószoros értelemben azért, amiből nem lesz más, trágya és szar. Szószoros értelemben a trágyáért, a szarért élhetem le azt ott a kegyelmi időt, még akkor is, hogyha újra születtem, ami adatott nekem, tehát a lelkem kárára élek, a lelkem kárára cselekszem. Tehát a bennem lévő gyermek, aki megismerte a Krisztust, megismerte a feltámadást, újra megismerte azt a tökéletes szabadságot, ami Krisztus Jézus által adatott meg a gyermeknek, az már nem akarja ezt csinálni. Tehát az óemberem és az új emberem közötti lévő harc mutatkozott meg ebben az álomban, tehát egy erőteljes szembesülés, ami az óember részéről folytonosan vissza akarja kaparintani azt, amit ebben a földi identitásban, mint töredék program, tehát a programnak még bizonyos töredékei, amik bennem maradtak, vissza akarják venni az irányítást folytonosan. Tehát erre mondja Jézus Krisztus, hogy készen legyetek, folytonosan imádkozzatok, és lélekben legyetek, bár dicsőség az Úr Jézus Krisztusnak, az utóbbi időben erőteljesen megélhetem azt, hogy nem vágyok jobban semmire, mint hogy folytonosan az ő jelenlétében legyek ezekben az időkben. És meg kell vallanom nektek, hogy olyan erőteljes tanításokat, látásokat ad nekem ezekben az időkben, ami számomra egyértelműen erőteljes, dicsőséges megélések az Atyám kegyelméből, és egyértelműen mutassa az irányt, a keskeny úton való haladást, hogy ebbe kapaszkodjak bele, mert ez az, ami valójában éltet engem is megelevenít. Ennyit szerettem volna nektek elmesélni. Sziasztok!